Miközben ő felsége ellenzéke, a DK szemkilövető vezetője, Gyurcsány Ferenc továbbra is szabadlábon van, semmilyen eljárás nem indult, és indul úgy tűnik ezután sem ellene. Addig a Mi Hazánk mozgalommal szemben csúcsra járatja az üldöztetést a kormányzat. A magyar történelemben rekordszámú eljárást épp a Mi Hazánk mozgalommal szemben indított, és most a vezetőinket fenyegetik szabadságvesztéssel, hol szivárványos zászló levételéért, most pedig rabosították László Attilát, a Mi Hazánk mozgalom tisztségviselőjét, a Szövetséges Magyar Önvédelmi Mozgalom vezetőjét. Pusztán azért, mert közbiztonság fenntartására irányuló tevékenység szervezését, vagy ilyen tevékenység látszatát keltő tevékenység szervezését végzi, miközben a magyar rendőrség már úgy tűnik, hogy magát sem tudja megvédeni. A kormányzat tehát stratégiát váltott, hiszen a magyar történelemben a legtöbb előállításra, pontosabban eljárás megindítására, hát nem az 50-es években került sor, hanem a Covid diktatúra keretében 2021. március 15-én, amikor a szabadságért tüntettünk és az utcára merészeltünk vonulni, akkor 320 eljárást indított a rendőrség, ezzel egyébként megelőzve a 2006. október 23-i 156 személy elleni eljárást, és a 2009. július 4-i a Magyar Gárda feloszlatása elleni deáktéri tiltakozáson eljárás alá vont 216 állampolgárt, amely események még így is dobogósok maradtak az ORFK szóvivő irodától kapott tájékoztatás alapján. A jelenlegi kormányzat bűne, hogy a Magyar Gárda betiltása után még a szabálysértési törvényt is kiegészítették abszurd módon a tiltott prostitúció paragrafusa előtt azzal, hogy aki a közbiztonság közrend fenntartására irányuló tevékenységet végez, vagy ilyen látszatot kelt, mondjuk a Magyar Önvédelmi Mozgalom járőrözésnek látszó, a bűnözőkben esetleg félelmet keltő tevékenységet végez, akkor ez szabálysértést követel. Most azonban úgy tűnik, hogy nem az egyszerű gárdistákat, a Magyar Önvédelmi Mozgalom egyszerű aktivistáit, bajtársait üldözik, hanem megpróbálják levadászni a legfőbb vezetőket, ezért rabosították most, és két évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetik László Attilát, ami elfogadhatatlan. Normális esetben az államnak ezeket az önkéntes erőket nem üldöznie kellene, hanem becsatornáznia, és rendőrségi iránymutatással, irányítással kellene ezeket az erőket hasznosítania. A kormányzatnak pedig, illetve az ügyészségi és rendőrségi szerveiknek pedig nem a magunkfajta rendpártiakkal szemben kellene fellépniük inkább, hanem az egyre inkább elharapódzó politikus és cigánybűnözéssel szemben. Most léptem ki a 8. kerületen egy rendőrkapitányság épületéből, ahol kihallgattak, hogy pontosan elmondjam itt a vádpontot. Közbiztonság közrend fenntartásának látszatát keltő tevékenység szervezésének a vétsége címén. Tehát jelenleg Magyarországon sajnos ott tartunk, hogy azokat az embereket vegzálják, akik folyamatosan segítik a honfitársunkat ebbe az országba, és még mindig a bűnözőket védik. Tehát most egy olyan esetről van szó, két esetről van szó, amely a TASZ, egy külföldről pénzelt ügynökszervezet feljelentése alapján történt. Az ORFK-nak ugye feljelentettek engem a 2021 évi tevékenységeimet, amit nyilvánosak és sajtónyilvánosak, ezek mind híranyagok, ezek mind riportok. Ezeket ugye megjelentetjük, hogy felhívjuk a figyelmet azokra a közbiztonsági problémákra, amik Magyarországon sújtják a normális adófizető állampolgárokat, és ez a TASZ ezt a tevékenységünket felderít. Tehát nagyon nehéz dolga nincs, mert ugye ezek nyilvánosak, és feljelent bennünket. Tehát ezek a szervezetek, akik Magyarországon éves szinten több száz millió forintos támogatást kapnak, és ezt pontosan arra fordítják, hogy a magyar embereket üldözzék Magyarországon, a bűnözőket pedig védjék. Természetesen nem ismertem el a bűncselekmény tényét, én nem vagyok bűnöző. Panasszal éltem a gyanúsítás ellen, és kértem, hogy ezt foglalják jegyzőkönyvbe, hogy várjuk a további fejleményeket. Természetesen
a Magyar Önvédelmi Mozgalom tagjait, engem személy szerint, meg a mellettem álló bajtársaimat is, ez nem tántorít el. Innestől kezdve megkettőzött erővel fogunk harcolni azért, hogy Magyarországon rend és biztonság legyen végre. Nem hátráló. Mint ahogy korábban Védencem László Attila elmondta sajtótájékoztató során, a mai nap folyamán Attilát gyanúsítottként hallgatták ki itt a BRFK Tolnai utcai objektumában, közbiztonsági jogellenes szervezésének vétségével. Ezt egyebekben a törvény legfeljebb 2 évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni. A gyanúsítás ellen Attila panasszal élt, hivatkozva arra, hogy nem követte el a terhére rótt bűncselekményt. Ennek a kivizsgálása még természetesen folyamatban van, és jó magam védő jogán kértük az eljárás iratainak megismerését.